Az egykori pártfőtitkár Kádár János végnapjaiban a szemünk láttára vált karizmatikus vezetőből, motyogó, össze-vissza beszélő roskatag öregemberré. A hajdani teljhatalmú vezetőt komoly testi és lelki fájdalmak kínozták. Élete utolsó heteiben papot hivatott, mert gyötörte a lelkiismerete. Attól félt, bíróság elé állítják majd. Maradjatok velem, mert az intro után részletesebben is megismerhetitek, miért is kellett megszégyenülten távozni a Kádárnak a politikai életből.